12 ezer forintot kap minden háztartás téli rezsicsökkentésként, az ellenzék szerint ez lekenyerezés. Nemzetközi botrány lett Lázár János bécsi videójából, amelyben a migráció káros hatásairól beszélt. Orbán Viktor és a veje Tiborcz István sem jelent meg az Elios ügyet vizsgáló árnyékbizottsági meghallgatáson. És lemondatnák Szatmári Kristófot, miután az üzletében nem adtak nyugtát, az államtitkár szerint hazudnak róla. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Egyetlen alkalommal, de minden családnak 12 ezer forinttal lehet kisebb a fűtés számlája. Ezt a miniszterelnök jelentette be, bár a részleteket nem ismertette. Az ellenzék szerint a Fidesz annyira megijedt a hódmezővásárhelyi kudarc miatt, hogy most ezzel a, mint fogalmaztak, könyöradománnyal akarja lekenyerezni a választókat. Egy téli rezsicsökkentésről döntöttünk. Minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook videójában ezt a döntést az elmúlt hetek rendkívül hideg időjárásával és az emiatt megnőtt gázszámlával indokolta. Akik távfűtéssel fűtenek, azok támogatásának mikéntjét Kósa Lajos fogja kidolgozni az önkormányzatokkal, mások pedig több szociális tűzifát vagy szenet kapnak. Szeretném emlékeztetni magunkat, mindannyiunkat, hogy Magyarországon a nemzeti kormány volt az első, amely csökkentette a rezsit, emellett a politika mellett a jövőben is kitartunk. Az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje szerint a gázár világpiaci árának csökkenése nem jelent meg a magyar fogyasztók számláin, így ennek a 12 ezer forintnak a sokszorosát vették el az emberektől az elmúlt években. Világosan látszik, hogy ez a kormány mennyire fél a választók akaratától, és most kétségbe esetten próbálkoznak könnyű adományokkal változtatni a helyzetükön. Április 8-án az is a tét, hogy az emberek nemet mondanak arra, hogy a választási kampányban próbálják őket lekenyerezni. Az LNP társelnöke szerint nagyon nagy lehet az ijegység hódmezővásárhely után. Ez a kormány a végét járja, és próbálkozik persze mindenképpen valamit tenni, és próbálkozik ilyen apró pénzzel elvenni az emberek látását, nem fogja elvenni az emberek látását, és nem fogja ezzel megnyerni ezt a választást. A Jobbik szerint ez a lépés azt mutatja, hogy fél, sőt, egyenesen retteg a Fidesz. Hiszen nem csak a vásárhelyi fiaskó és hatalmas vereség teremtett egy új helyzetet Magyarországon, hanem az is, hogy elképesztően kevés ajánlást tudnak összegyűjteni az országgyűlési képviselőik, hiszen mindössze negyed annyi ajánlást tudtak leadni az elmúlt hetekben, mint 4 évvel ezelőtt ugyanennyi idő alatt. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor a magyar családoktól ellopott pénz töredékét most azért adja vissza, hogy, mint írták, még 4 évig lophasson a Fidesz. Nemzetközi botrányt kavart Lázár János Facebookon közzétett videója, amelyben a miniszter Bécs egyik utcájában állva azt állítja, hogy a város egyes kerületeit ellepték a migránsok, emiatt piszkosak az utcák és nőtt a bűnözés. A Facebook néhány órán belül letiltotta a videót, mert a cég szerint a videó gyűlöletkeltő. Ez ellen pedig a miniszter tiltakozik. Az ATV stábja is kiment Bécsbe, pont oda, hová Lázár János, de tisztaságot és németül beszélő menekülteket talált. Ilyen. Mi azért dolgozunk, hogy ezt a jelenséget megakadályozzuk. Megindító aláfestő zenére narrálja Lázár János a bécsi kirándulásáról készített élménybeszámolóját. A videót a Facebookra rakta ki. Ma ebben a kerületben már csak fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló. Azóta Lázár szerint láthatóan piszkosabbak az utcák, és jóval szegényebb a környezet, és sokkal több a bűnözés. Meglátjuk, hogyha az ellenzéki pártok beengedik a bevándorlókat, akkor 20 év múlva milyen lesz Budapest, lehet, hogy ilyen. A Facebook egy napon belül letiltotta a miniszter videóját. Szerintük ugyanis a videó gyűlöletbeszédet tartalmaz, ami sérti a portál alapelveit. Lázár szerint viszont a Facebook sérti a szólásszabadságot. A miniszter videója közben a nemzetközi sajtóba is bekerült. Az Osztrák Kurír azt írja, Lázár semmilyen bizonyítékot nem ad arra, hogy a keresztény osztrákok elköltöztek volna Bécsből. A Divát azt írja, nincsenek többségben a külföldiek az ominózus városnegyedben. A Der Standard pedig azt kifogásolja, hogy Lázár azt állítja a videójában, hogy a bevándorlók nem tudnak németül, ha már próbált velünk beszélni. Híradónk stábja is elutazott Bécsbe ugyanarra a térre, amit a miniszter is meglátogatott. Osama 3 éve lakik az osztrák fővárosban, szerint az utcák nem piszkosak. Ugyanolyan tisztabb maradt Bécs, mint eddig.
Ivett 7 éve él Bécsben. Azt mondja, több külföldi is rendszeresen takarítja az utcákat. Kérdeztünk idegenvezetőket is, akik között van, aki már 26 éve él az osztrák fővárosban. Szerintük komolytalan, amit Lázár állít, hiszen a város tiszta és állandó a rendőri jelenlét is. Kikérte magának Lázár állításait Renáta Brauner is, Bécs nemzetközi ügyekért felelős városi tanácsnoka, aki Twitteren tiltakozott, hogy szülővárosát becsmérlik. Lázár videójával azóta már a tengeren túlon is foglalkoznak. A Washington Post azt írja, a választási kampány miatt készült a videó. Megszólalt Sebastian Kurz kancellár is, bár a videót még nem látta, azt mondta, a tisztelettudó együttélést fontosnak tartja. Itt viszont már Budapest egyik nagy hírű kerületében járunk. Láthatóan itt piszkosak az utcák, sok az utcai szemét, kosz, piszok, nem úgy, mint Bécsben, amely évek óta a világ legélhetőbb városa. 4 ember súlyosan megsebesült 2 késes támadásban Bécsben. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy terrortámadás történt-e, és hogy a 2 eset között van-e bármilyen összefüggés. A bécsi rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az első eset a város második kerületében történt. Itt egy családot támadott meg egy férfi. Az édesapa, az édesanyja és a 17 éves lányuk is súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Fél órával később nem messze az első helyszíntől egy második késelés történt. Ebben egy személy sérült meg súlyosan. A második támadás kapcsán később őrizetbe vettek egy afgán személyt, de egyelőre semmilyen részletet nem közölt a rendőrség. Felvesszük a kesztyűt és megvívjuk a harcot az ENSZ emberi jogi főbiztosával, ezt Szijjártó Péter mondta, aki jövő hétfőn New Yorkban fog vitázni a globális migrációs csomagról. A magyar külügyminiszter azt mondta, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa harcot hirdetett Orbán Viktorral és a magyar migrációs politikával szemben azzal, hogy el akarja ismerni a migrációt, mint alapvető emberi jogot. Szijjártó Péter szerint viszont a multikulturális társadalom semmivel sem jobb, mint egy egységes, homogén társadalom. Majd hozzátette, hogy ő a rendet és a biztonságot tekinti értéknek. Az ENSZ főbiztosának pedig szerinte le kell mondania. Mi magyarok, akik ugye 1100 éve itt és ilyenek vagyunk a Kárpát-medencében, mi itt és ilyenek akarunk maradni, mint ahol és amilyenek vagyunk. És ezt a döntésjogot senki nem veheti el tőlünk, senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk. Orbán Viktor, Tiborcz István és Lázár János sem jelent meg az ellenzék által létrehozott Eliosz ügyi árnyékbizottság ülésén. Így végül csak Kecskemét és Szolnok önkormányzati képviselőit hallgatták meg a képviselők. Az ügy kapcsán az Európai Unió csalás elleni hivatala 13 milliárd forintnyi uniós támogatás visszafizetését javasolta. Előző héten a kecskeméti önkormányzatnál próbáltak betekinteni az Unió csalás elleni hivatalának levelébe, és a közvilágítási pályázat dokumentumaiba az Eliosz ügyi árnyékbizottság tagjai, most pedig a parlamentben üléseztek. Hiába vártak. A rendkívüli ülésen sem az Eliosz ügy kapcsán érintett cégek vezetői, sem az esetlegesen érintett kormányzati felelősök nem jelentek meg. Így az MSZP, a Jobbik, az LMP, a DK és a liberálisok képviselői csak Tiborcz István, Orbán Viktor, Lázár János és Horváth István üresen maradt székének tehették fel kérdéseiket. A miniszterelnök visszajöve hatalmával személyesen döntötte a családját is helyzetbe hozó szervezett csalássorozat elindításáról, esetleg konkrétan irányította-e azt? Ki döntötte arról, hogy 2014. október 1-én megváltoztatják a pályázati kiírást és fölemelik 100 000 órára ezeknek a lámpáknak az élettartamát, és ezzel megváltoztatják teljes mértékben az egész pályázatot. Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy a választás kimenetelét befolyásoló ügyről van szó, ezért a Fidesz-KDNP miniszterelnök jelöltjének kötelessége lett volna részt venni rajta. Az ülésre meghívást kaptak az érintett városok polgármesterei is. Helyettük Kecskemét, valamint Szolnok ellenzéki önkormányzati képviselői számoltak be tapasztalataikról a közvilágítási projekt kapcsán. Egyre több közlekedési baleset történt, főleg a zebrák környezetében, ahol gyalogos és kerékpáros balesetek voltak. Most a legutóbbi évben egymás után szinte azt lehet mondani, 2 hónap alatt 12 baleset történt. A szolnoki szocialista képviselő szerint, habár a pályázatot csak 2012-ben írták ki, a közvilágítással kapcsolatos műszaki terveket már 2011-ben elkészítették városában. A Fidesz országgyűlési képviselője úgy reagált,
Az Eliosz ügy brüsszeli kampányjelentés. Demszky Gábor azt mondta, hogy nem szabad komolyan venni az Olafot, és az Olaf egy nagy nulla. Ugyanezt Magyar György. Budai Gyula hozzátette, a parlamenti mandátummal rendelkező képviselők is megszavazták, hogy a folyamatban lévő büntetőügyben nem lehet vizsgálóbizottságot felállítani. Az Eliosz korábban azt közölte, minden szabályt betartottak. Szatmári Kristóf kereskedelempolitikai államtitkár lemondását követeli Vajda Zoltán, az együtt 16. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje. Ma már, ahogy mondta, az ügyészség is bizonyítottnak látja, hogy az államtitkár családjának tulajdonában lévő zöldségesboltban az eladó nem adott nyugtát. Vajda Zoltán az adóhivatalnál tett feljelentést. Az államtitkár szerint, aki szintén a 16. kerület képviselőjelöltje, Vajda Zoltán hazudik. Hazugság az, hogy itt nem kaptak blokkot, hazugság az, igazolják. Azt állított, hogy én nem mondok igazat, kaptunk blokkot. És azt mondod, hogy a kerületi lakosok, akik azt mondja, nem kapnak blokkot, ők is hazudnak. Januárban vitatkozott össze Vajda Zoltán és Szatmári Kristóf, miután a 24.hu közzétette azt a felvételt, amelyen látható a próbavásárlásnál az eladó nem ad nyugtát Szatmári üzletében. Szatmári Kristóf úrnak én azt látom, hogy nem nagyon alakul jól a kampánya. Vajda Zoltán már az ügyészség által is bizonyítottnak látja, hogy a nyugtadás elmaradt. A feljelentés alapjául szolgáló online újságcikk és a cikkében hivatkozott videófelvételek azt igazolják, hogy az üzletben levő alkalmazott több esetben az áru értékesítését követően a bevételt nem üti be a pénztárgépbe, nyugtát a vásárlásról nem ad, a bevételt viszont a nyitott pénztárgép készpénztartó részébe helyezi el. Ezekből az állapítható meg, hogy az eladó nem tett eleget nyugtaadási kötelezettségének. Szatmári Kristóf szerint vannak most fontosabb kérdések is. Nevetségesnek és szállalmasnak tartom, hogy Vajda Zoltánnak az a legfontosabb politikai kérdése egy ország sorsát eldöntő választás előtt, hogy egy sarki zöldségesben mi folyik a 16. kerületben. Én ezzel nem kívánok foglalkozni, én hagyom Vajda urat ezzel a témával annyit pörögni, amennyit akar. Nincs eljárás, visszautasították, nincs adócsalás. Vajda Zoltán egyszerűen hazudik és belekavarodott, amivel nem tud kijönni. Én ehhez neki sok sikert kívánok. Az ügyészség szóvivője Bagoly Bettina az ATV kérdésére írásban közölte. A nyugtaadás elmulasztása nem bűncselekmény, ezért a Budapest 9. kerületi ügyészség Tényi István feljelentését elutasította. Az, ha egy eladó nem tesz eleget nyugtaadási kötelezettségének, önmagában nem alkalmas annak megállapítására, hogy az üzletet működtető cég képviselője a bevétel tekintetében nem tesz eleget bevallási kötelezettségének. Ez az érvelés tehát azt feltételezi, előfordulhat, hogy valaki nem ad nyugtát, de a bevételt ennek ellenére bevallja az adóhivatalnak. A hatóság ugyanakkor vizsgálódik, miután Vajda Zoltán feljelentést tett. Az eljárás várhatóan májusban zárul le. Visszaéltek az adatvédelmi hatóság elnökének adataival, ugyanis Péterfalvi Attila neve rákerült egy kamupárt aláírásgyűjtő ívére. Ő viszont azt állítja, hogy senkinek sem írt alá. Közben vizsgálat indult Lévai Katalin volt MSZP-s politikus pártjának ajánlásai miatt, mert az íveken több fideszes képviselő aláírása kétszer is szerepel. Minden eddiginél hosszabb lesz április 8-án a szavazólap. Kisorsolták, hogy milyen sorrendben kerülnek a pártok a szavazólapra. Ezen a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt és a DK is megelőzi majd a Fideszt és az MSZP-t is. Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt közös listája 20-as. Az MSZP még aránylag előszerepel majd a szavazólapon, bár a 9. Momentum és a 11. DK még előbb. A Fidesz-KDNP szövetség a 28., a Jobbik a 30., az Együtt a 38., az LMP pedig a 45. helyet kapta a sorsoláson. A nagyszámok főleg azoknak az ismeretlen vagy kamupártoknak köszönhetőek, amelyek országos listával indulnának a választáson, és amelyek vitatható módon szerezték meg az indulásukhoz szükséges aláírásokat. Ez biztos indult 4 éve is. Az LMP 18. kerületi képviselőjelöltjének gyanús volt, hogy több olyan párt is indul az idén, amelyek 2014-ben is ott voltak a szavazólapon, ám ebben kiismerült a politikai tevékenységük. Kassai Dániel kikérte a helyi választási irodától, hogy ő, mint képviselőjelölt, szerepele más pártok listáin. Az eredmény az az lett, hogy 8 pártnak a listáján szerepelek, olyan pártok ezek, akiknek soha nem írtam alá, nem adtam meg adatomat, ezért tegnap
a helyi rendőrkapitányságon feljelentést tettem, ugyanis ez a BTK-ba ütköző cselekmény. Lévai Katalin volt szocialista miniszter ajánlásai körül is adottak problémák. Egy zuglói fideszes önkormányzati képviselő ugyanis elismerte az Indexnek, hogy jelöltnek ajánlotta a lendülettel Magyarországért párt vezetőjét. A portál szerint Lévai maga jelezte a helyi választási irodánál, hogy nézzék át az íveit, az ügyben vizsgálat is indult. Abból a szempontból. Az adatvédelmi hatóság elnöke független intézményvezetőként 2001 óta nem ad ajánlást egy pártnak sem. Így különösen érdekes, hogy Péter Falvi Attila neve és aláírás mégiscsak felbukkant az egyik kamupárt aláírás gyűjtőívén. Én személyesen nem fogok tenni semmit, hiszen jelezte a helyi jobbikos képviselő jelölt, aki felfedezte az aláírásomat, hogy feljelentést fognak tenni a helyi választási bizottságnál. Mondtam, hogy ezt megtehetik, amennyiben kérdésként fölmerül, hogy valóban aláírtam-e vagy nem, akkor ezt hajlandó vagyok a választási bizottságnak megerősíteni. Szala megye 2. számú egyéni választókerületében, Keszthely környékén pedig 5 Bogdán vezeték nevű képviselőjelölt is indul különböző pártok színeiben. A városban látható politikai plakátokon azonban egyiküket sem lehet felfedezni. Bulival ünnepelte a kétfarkú kutyapárt, hogy sikerrel túljutott az ajánlásgyűjtésen. Olyan sokan támogatták a Vicc párt jelöltjeit, hogy országos listát is állíthatnak a választásra. A kétfarkú kutyapárt várhatóan nem vesz részt az ellenzéki koordinációban. Kovács Gergely megerősítette, hogy egyetlen választókörzetben sem lépnek vissza más javára. Kivételesen 2 kutya képviselte a két farkat a kétfarkú kutyapárt bulián. Szimpatizánsok és házi kedvenceik együtt ünnepelték, hogy országos listát állíthatnak a választásra. Összegyűjtötték ugyanis a kellő számú aláírást. Hát az utcán azért nagyon pozitív volt, amit láttunk, nagyon sok helyen a mi standjainknál álltak a legtöbben, miközben a többiek még jóval kevesebben, úgyhogy most már szerintem bármi lehetséges. Az ország valószínűleg leghosszabb nevű képviselőjelöltje nem számított arra, hogy Szombathelyen ennyi támogatót talál, időseket és fiatalokat egyaránt. Én nagyon meglepődtem, az idősebb emberek is azt mondták, hogy én azt hittem, csak a fiatalok támogatnak minket, de nem. Tényleg sokan mondták, hogy senki másra nem szavaznának, csak a kutyapártra. Elfáradt a sok munkában, győzködésben Klári, a savköpő menyét. Kőbányán indult volna, de nem támogatták elegen, mégsem csalódott. Nem, azt gondolom, hogy ez csapatmunka, tehát az, hogy az országos lista meg lesz, ez kárpótol mindenkit, úgy gondolom. A kétfarkú kutyapárt továbbra is eltökélt, jelöltjei egyetlen választókörzetben sem lépnek vissza más javára. Nos, egy olyan ellenzéki javára szerintem felesleges visszalépni, ami 8 éve 50% felett tartja a kormánypártot. A többi pártól eltérően abban is különböznek a kétfarkúak, hogy az állami kampánytámogatást nem magukra költik. Pályázatot írtak ki rá, a leghasznosabb projekt kapja meg a pénzt. Egy képviselőjük pedig a terv szerint időről időre átadja majd a helyét a parlamentben egy civilnek, az ingyen sör és az örök élet programjának védelme mellett. Egyre nyitottabbak egymás felé az ellenzéki szavazótáborok az IDEA intézet szerint. A kutatást közvetlenül Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelme után készítették. Az eredmény szerint pedig a baloldali és a jobbikos szavazók is hajlandóbbak együttműködni. Egyre többen szavaznának át az esélyes jelöltre, és igény lenne a saját jelölt visszaléptetésére is az esélyes jelölt javára. A kutatás szerint csaknem 10%-ponttal emelkedett azoknak a baloldali szavazóknak az aránya, akik visszaléptetnék jelöltjüket az adott esetben esélyesebb jobbikos javára. Tűz ütött ki szerda hajnalban Budapesten egy jó részt használaton kívüli raktárépületben. A régi építésű házban a fagerendák gyulladtak meg. Délre az oltási munkák nagy részét a tűzoltók befejezték, az épület azonban olyan súlyosan megsérült, hogy le kell bontani. Hatalmas lángok csaptak fel hajnalban ennél a Soroksári úti raktárépületnél. Az 5 emeletes ház teljes terjedelmében égett. 45 tűzoltó 13 járművel érkezett a helyszínre, és próbálták megfékezni a lángokat. Felvételeket a szemközti lakók is készítettek. 96 óra 5 körül, és akkor láttam a furcsa, aztán felül, kimentem a lépcsőházba, akkor láttam, hogy jég.
A katasztrófavédelem szerint a raktárnak csak az alsó szintjét használták. A felső 4 emelet üresen állt. Szerencsére, mert ide zuhantak a tetőgerendák. Az egész 5 emeletes épület belső része fából épült öles gerendákat, faszerkezetet kell elképzelni. Ez gyulladt meg nem sokkal 6 óra előtt. A tüzet hamar eloltották, izzó gócpontok azonban maradtak az épületben, ezért folyamatosan hűtötték a falakat. A környéken lekapcsolták az áramot. A szomszédos Cvak múzeumban is megállt az élet, a dolgozókat hazaengedték a konyháról is. Nincs áram, nem tudunk semmit főzni, ma nem eszik senki semmit. Úgy tudjuk, hogy a szemközti államkincstári épületből is elengedtek mindenkit. A tűzoltók statikust rendeltek az épülethez. A rendőrség nem indított eljárást. Idegenkezűségre utaló jelek ugyanis eddig nem merültek fel. A tüzet délre teljesen eloltották. Másodfokon 3 helyett 10 hónapra emelte a felfüggesztett börtönbüntetését a bíróság annak a férfinak, aki a Nógrád megyei Szirákon orvosnőnek adta ki magát. A kuruzsló betegeket is kezelt, akiktől elvárta, hogy Rita doktornőnek szólítsák. A hozzáfordulóktól pénzt nem kért, de így is olyan kezeléseket végzett, amelyekkel átverte a betegeit. A magát orvosnőnek kiadó férfi még arra is figyelt, hogy betegeivel a sziráki orvosi rendelő közelében találkozzon, ezzel is sugallva, hogy ő valóban orvos. 2016. augusztusában került a településre, ahol több embert is kezelt, sőt, még ügyeletet is tartott. Ügyvédje szeptemberben azt mondta, hogy szerinte nem követett el bűncselekményt. A kuruzslás büntette az egy viszonylag ritkább bűncselekmény, és általában azért az ritkábban szokott előfordulni, amikor az elkövetőt nem motiválja semmilyen anyagi haszonszerzés. Jelen esetben erről volt szó. A férfi pénzt valóban nem kért, de tevékenységét úgy végezte, hogy ahhoz semmiféle képesítéssel nem rendelkezett. A különböző krémek alkalmazása, illetve végtagok, testtájékok masszírozása nem minősül orvosi tevékenységnek, ugyanakkor azonban hangsúlyozta, hogy az injekciós tű alkalmazása az orvosi tevékenység speciális eszköze, amelynek használatával a vádlott megtévesztette a hozzá panaszokkal forduló betegeket. A faluban többen is állították, hogy a férfi női ruhában járt, általában éjjel végezte a kezeléseket. Volt, akit úgymond meg is műtött puszta kézzel. Fogja így a combomot, egyről balról nyomogál engem. Na, azt mondja, megvan a daganat a combjába. Mondom, milyen daganat van én nekem a combomba? Tudtam, szerintem mondom, nem voltam orvosna ezzel. Hát, hogy ő engem meg fog műteni. A szirákiak között volt, akit mobiltelefonjával röntgenezett meg, míg egy másik esetben egy hozzáforduló nőről megállapította, hogy gyereket vár, ám a terhességet forró sósvizes fürdővel meg tudja szakítani. Az áldoktornőt a bíróság jogerősen 10 hónap, de 3 évre felfüggesztett börtönre ítélte. Visszakerült a dollár milliárdosok listájára Csányi Sándor. Az OTP vezér vagyonát a Forbes magazin 1,1 milliárd dollárra becsüli. A világ leggazdagabb embere idén Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa. Soros György és Donald Trump viszont sokat veszített vagyonából. Mindketten jelentősen visszaestek a dollár milliárdosok listáján. 2200-nál is több dollármilliárdos van a világon, legalábbis ennyit számolt össze a Forbes magazin idei kimutatásában. Az összvagyonuk csak nem 5 évvel nőtt 1 év alatt. A világ leggazdagabb embereit felsoroló legfrissebb listán minden negyedik amerikai. Köztük Jeff Bezos, az Amazon internetes áruház alapítója, aki 112 milliárd dolláros vagyonával az élre került. Bill Gates, a tavalyi lista vezető a második helyre esett vissza, pedig vagyona 90 milliárd dollárra nőtt. Warren Buffett a tavalyi második helyről a harmadikra csúszott, miközben az amerikai tőzsdeguru is jelentősen gyarapította a pénzét. És mit lehet újat mondani? A Forbes listájára idén visszakerült Csányi Sándor OTP vezér, akinek vagyonát 1,1 milliárd dollárra taksálják. A nagy vesztesek között van Soros György. A magyar származású üzletember a tavalyi 33. helyről a 190. esett vissza, miután 25 milliárdos vagyona 8 milliárd dollárra apadt. Az amerikai elnöknek is lehet oka panaszra. Donald Trump csak nem 200 helyet zuhant a listán, a vagyona ugyanis 3,5 milliárd dollárról 3,1 milliárdra csökkent 1 év alatt.
Drámai videót készített egy libanoni snowboardos, akit majdnem maga alá temetett egy lavina a francia Alpokban. A snowboardos a sisakjára erősített kamerával vette fel a lavinaomlást, amikor éppen egy lejtőn csúszott lefelé. A hógörgetek kis hián betemette, de még idejében sikerült a légzsákját felfújni, ami a levegőbe emelte. Szombaton egyébként két spanyol síelő meghalt a francia Pireneusokban egy lavinaomlásban. És ez volt a híradó 6 órakor, most pedig jön a start, hogy milyen témákkal, azt mindjárt megtudjuk Új Strutkótól. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Anna! Szép reggelt mindenkinek, március 8-a van, ugye egy gyönyörű csütörtök, Isten éltessen téged, nemzetközi nőnap alkalmából, meg édesanyádat, meg az enyémet, meg a nővéremet, és minden hölgyet Magyarországon és a világon. Köszönjük szépen! Így. Itt lesz velünk Móricz Eszter képviselőjelölt a Lendülettel Magyarországért párt képviseletében, őt is föl fogom majd köszönteni, de aztán megkérdezem tőle például, hogy mire számítanak a választásokon. Lévai Katalin ugye a pártnak a vezetője volt, szocialista kormányban ugye miniszter, és hát sokan azt mondják, hogy ők is a kamupártokat erősítik. Aztán Szakács László frakcióvezető helyettes lesz itt az MSZP-től. Ők állították fel ezt a bizonyos árnyék bizottságot az Éliosszal kapcsolatban. Mi értelme van vajon egy olyan bizottságnak, ahova nem mennek el az érintettek, és például a kormánypártok sem képviselik magukat, illetve mire tudnak így jutni, erről beszél majd Szakács László. Varjú László alelnök beszél majd a kamupártokról, ugye ő a demokratikus koalíciónak az alelnöke, hát ők nem kamupárt, az egészen biztos. Herceg Máriával a női esélyegyenlőségről beszélgetünk, nem véletlenül a mai nap folyamán, és itt lesz velünk Csúlya Imre is, úgyhogy izgalmas adás lesz, de mindenek előtt, és ez a legfontosabb, minden hölgynek így, neked is boldog névnapot. Köszönöm szépen még egyszer. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a start, úgyhogy maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép reggelük, viszontlátásra!